Katyaróhasztó, meleges, tavaszos, jó estét kívánok mindenkinek! Na mi a ez? Hello! <laughs> És utána bazd meg a halotti csend! Nem, nem, gyerekek, itt abszolút núbok vannak a mikrofon másik két végén, hát nem tudnak összebeszélni, látnunk kéne egymást, vagy majd a találkozón jó lesz, így mutogatok, hogy most jössz, most eljössz, most eljössz. Hát szóval, jó, mindegy. Oké. Okay. Mi a helyzet? Azon kívül, hogy baromi jó idő volt ma. Nem jó csak. Na, mi a <síthat> <síthat> Na, mi a helyzet? Kicsit, kicsit gyakoroljál. Na, mi faszom. Ja. Nem tudom nálad milyen idő volt Fifika, nálunk itt Budapesten baromira jó. 16 vagy 17 fok volt. Wow, az zseniá, az jobb, a, ma így. a, mai csúcs itt a hegyek között, de reggel még nagyon nem így nézett ki. Brutális köd volt. Azt hittem mondod, hogy reggel még esett a hó, hogy ott szokott azon a környéken. Egy nálad. nap előtt, igen. Tehát, nem mondod. De, de. Tehát itt, ha, ha, így kimész a városhatárba, és így elnéz, a, a, van egy hely, amire azt mondják, hogy na ott a hegyen túl, ott tényleg hideg van, és így elnéz arra, és még tiszta hó a hegy Tehát <coughs> itt, itt még szerintem lehet, hogy nyáron is látsz ilyen fehér foltokat. Ha a medvék é. össze nem tapossák. Ez a hóhatár, ez ilyen. Ez ilyen. Hogy haladtok? ú, uh, ma elkezdték a... Tehát biztos láttad, a, hogy ez ilyen fém szerkezet. A, Igen. A belső váz, ugye? Uh -huh. És akkor ugye felállították az összes vázat, az kész van, és jobbról balról dupla uh, borítást kap a váz két oldala, közte meg van egy ilyen 10 centi réglé, régrés. És akkor a, most már a, a szimplán kezdik. Tehát szerintem holnap kész van a szimplán a teljes szerkezet. És miért kell neked oda a légrés közé? Hát gondolom a hang meg a hőszigetelés miatt, nem? Hát akkor valami ízét basszanak még oda neked valami kőzetgyapotot, vagy valami, vagy bármi. Hát Charlie, 40 centi van a fejem fölött. Alattam meg egy fűtött épület van. Hát, hát a oda... kőzetgyapot hangot is szigetel faszán. Mondj, jaj, lesz kialakított podcaster, sarkod? Hát, ha nagyon akarom, akkor igen, bár ez a gipszkarton szerintem vízhangzik, nem? Hát, de rárakunk majd valami kulákizét, hangelnyelő szivacsot. Hangelnyelő szivacsot. Tojásos doboz, jaj, Krisztián, ez borzasztó. Hát, meg ugye a légcserélő, a légcserélő, meg a temperátraktárak, meg ú, hát még itt rengeteg uh, sztori van, de, de jó lesz, szerintem nagyon. Mikor lesz zsírva. kész, mennénk gyárat látogatni mújóval. Hát szerintem uh, próbaüzem, ez egy négy hétre satszolom, uh, tehát ott még, még ha kész van, akkor utána uh, engedélyeztetés, tehát én HACCP-a nélkül nem fogom uh, elkezdeni a, a gyártást, és akkor még utána egy fél éven belül a GMP-t meg akarjuk csinálni. ez a, Hát ez is inkább csak ilyen gyártás biztonsági rendszer, mint amilyen a, a HACCP. Uh -huh. De ennyi. Tehát, hát illetve hát a soha, HACCP soha az lesz... élelmiszerbiztonsági, nem? De, nem. A HACCP is a, a gyártás kritikus pontokat veszi figyelembe. Tehát uh -huh. a, azt, hogy, hogy a gyártás során hogy, mikor, mit kell sterilizálni a munkahelyet. Tehát ott külön fekete, külön fehér öltöző, amikor bent vagy a raktárba úgy kell bejutnod mondjuk az alapanyagba vagy a készárukba, hogy csak a gyártótérből mehetsz be, nem kimész, meg bemész, meg körbemész, és a zárut is úgy viszik el, hogy nem jönnek be a gyártótérbe, hanem egy külső folyosón lehet az összes raktárat FIFO szerint tölteni. Tehát, <kül> nem, nem olyan bonyolult egyébként, hogy józan zenésszel végig gondolod, csak na, erről legyen valami ö, papír is, mert régi helynek is volt, tehát ezzel nem volt ö, ö, problémánk. Meg én azt gondolom, hogy ö, hogy ennyit azért megérdemelnek a, az egy cigaretta fogyasztók, hogy egy ö, olyan helyen, meg egy olyan előírás szerint ö, történjen a gyártás, amiben mindenki biztos lehet, hogy mind minőségbe, mind mind uh, uh, azt nem mondom, hogy mennyiségbe, de mennyiségbe is megkapja azt, ami jár neki. Hallottad nem ezt múló, hogy hogy milyen unalmasan öltözködhetnek ott az emberek? Fekete meg fehér öltöző. Színes ruha kilőve. <laughs> nem, valószínűleg zöld, zöld lesz a steril. Külön Előírás, hogy másfajta ruhába kell a külön helyeken dolgozni, hogy már ránézésre lehessen. Nem, 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 nem. Jó, félreértesztett. Bejössz a fekete öltözőnek. fekete azt öltöző így, az amit, az, ahol a kint ruhád utcai, van. Az utcai ruhád leveted, Aha. utána átmész a fehér öltözőbe. Ó, 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 állj meg, Fifi, ez rengeteg lehetőséget rejt magában. Ha elég hosszú az a folyosó, a fekete és a fehér között ott bármi megeshet. Nem, de ez a két egymás mellett lévő helyiség, tehát nincs folyosó se. átmész a fehér öltözőbe, ott még van egy lehetőséget, hogy akár le is fürödhetsz, vagy ha visszafelé jössz, akkor ott lefürdesz, fölöltöz, fölveszed a munkaruhádat, ami ugye egy nem szöszölő, tisztán tartható, és. Tudom, mondjuk, nem megyünk oda. Ez nem hát ez a nem kezes lábas papír, overall, vagy mi a. Az, az egyszer használatos, de azért ez egy munkahely, tehát mindenkinek lesz munkaruhája, amit nyilván három vagy két naponta, vagy hát ha elkoszolódik, akkor hamarabb, de ezt folyamatosan mosni kell. Tehát ott még van a falon egy ilyen mosási táblázat is, hogy te mikor vettél föl új munkaruhát, és ezt be kell, vagy alá kell írnod. Tehát amúgy elég szigorú ez a ez a szabályzat. Tehát a, az, az, összes, tehát a teljes gyártási folyamatot végig kell dokumentálnod. De nem, amikor nem, én ráírok nem sars... az orosz váltás a alsógatyába, hogy kifordítod, ezt fölveszed? Nem, 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 kifordítom, bunda befordítom nagy az így nem működik. Tehát amikor én ráírom a sars számot, még azt is tudni fogom, ugye annak ellenére, hogy ezt melyik nap gyártottuk, hogy ki volt jelen, éppen kétnapos munkaruha volt rajtad, vagy, vagy nem ment az, az, aznap a szellőztetés, vagy tehát a bármi probléma van, az adott. És mindegyikből mintát kell rakni. És az köteles vagy egy évig tárolni. Tehát ha bármi probléma van, akkor azt elő kell tudnom venni az ellenmintával együtt, és előadni. Tehát azért ez már nem az a sarokba kavarás, meg nem tudom én, azért láttam, hallottam egy-két szörnyű dolgot annak idején. Ennek a részének egyébként örülök, hogy ez, mondjuk én az első pillanattól kezdve, hogy elkezdtünk likviddel foglalkozni, ezért mi ezekre nagyon odafigyeltünk. Tehát én ilyen szempontból, ez is ezt nem öndicséret, de, de a legelső az volt, hogy, hogy megszerezzük a HACCP-t. Most nézd meg, hogy, hogy kinek van még meg rajtunk kívül, aki mondjuk ilyen hazai gyártó. Ne arcoskodjál, még igazából itthon már gyártás sincs. Sincs, igen. igen, igen. Tehát, uh, na. A fasztal, ezt akkor én úgy alapunk. gondolom, hogy ennyi jár, tehát ezzel nincsen baj. Zsír. A csiki likvid. Jaj, ja, aján, ne idegesítsél ezzel. L látom fifikát, hogy a a, az ökleinek a bütykeire rátetováltatja, hogy HACCP. Az a nem. baj, hogy az úgy nem jön ki. Igen. Hát figyelj, várjál csak. H, C, de ki jön? Hogy jön? az öklömre nem. Az öklömre hát nem. azt mondom, akkor a minden, nem. mindenhova írni kell, érte. Dobra is, meg a völgybe is. Na, úgyhogy ez a... Azok ez a ciki, azt kiféle, hogy csiki, hogy azok csiki. <gül> <gül> Ez a csiki likvid, és ja, még egy érdekes dolog, hogy elkezdtem szervezni, képzeljétek el a székely vépereket. Wow. Egy, egy band. Te, mert itt senki nem csinál ilyeneket. Az Tehát, gyönyörű. Kiteszed ki, ki ez egy... a lábad, azt már má... Már ott szervezed a vapereket, hogy hát gyönyörű vagy. Ez egy, ez egy olyan szűz terület ilyen szempontból, hogy tudod, bejött hozzám egy srác, mondták, hogy majd hoznak a, 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 egy pár embert, aki van ott az ismerősök között, és véper. Hú, Isten mondom, lesz itt is. De jön egy srác, és akkor. Előse vett a készülékét, beszéltünk előtte egy negyed órát. Hogy mit szeret, meg, izé meg hány éve, meg stb. három éve véper. Mit húzott ki a zseb zsebéből? Azt a bűvészeknek azt a színes hosszú kendőjét, aminek sosincs vége. Igen, igen. 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 Egy 1100 egót egy CE4-es kazánnal. Wow. Érted? És három éve ez szívja, és ezzel szokott le. És amikor megpostoltattam vele a, a most nálam állandóra, használt dvarvertéjat, majdnem lefordult a székről. És, ja, és 24-es leves szív belőle. Oh. Hihetetlen, hogy, hogy, mi van. Ért? Megkérdezte, hogy te hányas szívsz? És mondjuk hármasat mondtál volna, és így keresztet mutogat rá, hogy olyan, de Isten, nincs, <laughs> hogy én annyi bírék Vagy azt Nem mondaná, én hogy hinje. Én, 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 én egy kilencest adtam neki ebből a, a Vargból érted, az majdnem lefordult a székre. Azt mondja, ó, ennek van ereje. De van, figyelj, ez 9-es, ez nem 24-es, hanem 24-es, hogy meghalsz, ha beletöltöm. És valami hangzenlevest vesz valamelyik ö, plázának a sarkába, van egy ilyen ez egóbolt, ezt ott vásárol be. CN4-es. Te emlékszel még arra, kazár a Charlie. Emlékszem, hát, ö, Fifika, <coughs> most dobjuk el kaszát kapát, megcsináljuk, elcigiteztek <laughs> És csinálunk egy, egy, egy <laughs> csiki podcast is. Csiki podcast az, az jó lenne egyébként. <laughs> Na, tehát uh, így azért kicsit mozgolódok idekin is. Uh, azon kívül ugye, ami van. Úgyhogy ennyi. Velem ez történik folyamatosan. Na, veletek mi történik? Mondja te, Mújó, mert neked biztos, hogy jobb a sztorid. Ó, tele vagyok sztorikkal. Egyrészt ugye múlt hét pénteken benyújtásra került egy újabb dokumentum az Alkotmánybíróságra, ami netto szolid 25 oldalon elemzi a korábban beadott államtitkári állásfoglalást. Úgyhogy ha... Ha valaki nem rest 25 oldalt olvasni, javaslom, hogy nézzék meg, az Alkotmánybíróság honlapján már ott van. E, elég. Ezt elolvasva elég érdekes fénybe helyeződik az államtitkári állásfoglalás. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az államtitkár elképesztő sületlenségeket beszél össze-vissza, de amikor ezt így szépen levezetve, végigvéve benne van, hogy, 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 miféle orbitális butaságokat beszél, az, az megír egy misét. Krisztián? Nagyon, nagyon remélem, igen. Azt, azt nem lehet, hogy, mert ugye ott van, be tudjuk linkelni az AB-nak az oldalát? A show notes -ba? Betettem, Betettem a linket, igen. Jó, akkor, akkor azt majd betesszük. mondom, hogy. hogy az a teljes története a, a, az történet, alkotmány jogi története. panaszindítványnak. Igen. Ott van benne az eredeti, a panaszindítvány, a ráadott államtitkári állásfoglalás, és a, az én észrevételeim az államtitkári állásfoglalással kapcsolatban. Ezt az utóbbi kettőt érdemes egyébként így elolvasni. Tehát először a, az államtitkert, és utána a bujogó kis 30 oldalas válaszát. Séjét. Sírtam komolyan mondom, sírtam, potyogtak a könnyeim. És de, de, de tényleg, hát akkor te olvastad, Fifika. Igen. Me, me, mennyire abszurd már, hogy én van nem egy olvastam, egész, a, ne haragudj, tényleg, magyar egészség. csinálom nektek az adásba, az meg. Ha megint, Igen, én is olvastam, én kérek elnézést, de most ürítem hát az agyamat, az elmém üreg. Tudod, tud, mi jutott eszembe erről az egészről a... Valaki belinkelt, és tényleg ez a hülye járások minisztérium. Egy az egybe, érted? Egy az egy. Nekem nagyon tetszett egyébként, bár nem olvastam, de ha olvastam volna, tetszett volna. <laughs> hogy a tisztelt miniszterelnök úr, az körülbelül minden oldalon meg volt említve ötször, hogy tulajdonképpen mit tud rosszul, vagy miben tájékozatlan, vagy miben szorulna még némi palérozásra az elméje zseniál volt szerintem. Én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy a tisztelt testület is jó fog szórakozni rajta. Ezt akartam, Igen. hogy megkönnyezik ők <tosz> Tudom, <tosz> de Így Itt csapkodják a térdük gyere már ide, Béla, nézd be ez a Gusztáv, milyen hülye. meg azt mondja, hogy a glicerin végig Bélben van. <tosz> De, de nehéz eldőteli egyébként tényleg, hogy nevesen vagy sírjon az ember, mert ez van, hogy a magyar egészségpolitikának a, a legfőső képviselője a, a, a politikai hierarchiában egész egyszerűen zöldségeket Christian. beszél, és látszik rajta, hogy kurva komolyan gondolja. Tehát meg van erről győződve. Mondom a következőt, ez, ez már valóban tehát a valósághoz közelít ül a két alkotmány bíra, az egyik olvassa, tudod így, szemüveg így félig az orrán lecsúszva, képzeld el, lába keresztbe áttéve, olvas a lapoz, visszalapoz, tovább lapoz. Te Géza, te figyelj már! Azt te elhiszed, hogy a, ez a Gusztáv, ez, ez, ez valami vicc lehet. Ez a Gusztáv ilyen hülye? Hát nézd meg, itt van ez a civil szervezet, ez az ember. Hát ez többet tud róla, laikusként, mint ezek a hozzáértő szakemberek. De tényleg van nálunk ilyen, törvénytervezet? Meg így kibasznak ezek? Ez nem létezik. De-de, de-de, létezik, létezik, mondja a másik. Hát a faszomba, csináljunk ezzel valamit. Ez nem lehet így. Én ezt vizionálom, és ezt szeretném. Én ezt most lekopogom, és a proféta beszélje belőle, Charlie. Mondjuk én annyi, kiegészítés, annyi kiegészítést tennék ehhez a sztorihoz, hogy szerintem nem ő írja. Tehát senkire gondolja azt, Persze, hogy az no, de neki hát, áll De Na de várjál. Adja hozzá de az, az osztály. Az ő jogi osztálya honnan veszi ezeket a sületlenségeket, hát ez valami elképesztő. De, és gondolkodás nélkül a nevét adja hozzá. Tehát, hát, igen. valamilyen szempontból ő írja, mert az ő jogi mert mert, Krisztián, mert megbízik bennük. Na ez hülyeség, hát, nem megbízik bennük. Hány éve, hány éve sikitozunk? <laughs> Hogy, nem, ez hogy mekkora egy... problémák vannak az egésszel. Ez itt nem bizalom, ez, ez valami egész más, nem tudnám szavakba önteni, hogy mi ez. Ö, ennyi erővel tényleg egy birkát is oda... Hát mondjuk gyakorlatilag ez van. Na mindegy. Szóval <laughs> ne, egy birkát figyel, is az meg, aki várjá, azt mondja, várjá, azért, hogy azért mondjuk, mondjuk azt, hogy juhot. Tehát azért ne alázzuk már meg a, a, a juhokat azzal, hogy birkának nevezzük. Igen, csak tudod, mennek egymás után, mint a birkákra akartam azt mondani. Tehát odaültethetsz, ültethetsz bazd meg ennyi erővel egy... <kül> Ó, most majdnem azt mondtam, hogy... De nem mondom azt. Szóval egy betanított munkást is, aki, aki amit így kap hátulról, azt elolvassa, azt mondja, hogy ez így van, az jó van. De hát elvileg ő azért... Nem azt... majdnem azt mondtam, hogy tudós, bazd meg nem, azért orvosember, meg azért van diplomája, azt hinné az ember, hogy az ilyen, azt tanult. Vagy legalább ezt, nyitott ezt a világra. Mindjárt, mindjárt elmondom, hogy ez hogy készül. Csak hogy érezzétek át egy picit. Tehát úgy van, hogy Jolánka leveszi a polcról a vonatkozó egészségügyi jogszabályokat. Aztután egy, mint egy másfél centi széles, irat megsemmisítőn átengedi. Belenyúl, jól összekeveri, és utána így összerak <laughs> ilyen csíkokat. <laughs> és legépeli. Az az ügyvéd, aki mondjuk ott volt a tárgyaláson is, vagy akinek az egész egy kis kitestálják, tudjátok, vagy mondjuk a Gusztávod adja, hogy figyelj már, reagálj már erre, aztán majd én felolvasom. Hogy az most mennyire izzadhat. Így tudod így, nézi, föl se fogja, vakarja felváltva hasát meg a fejét, basszátok meg, ilyez. Jaj, mit mondunk, mit fog én erre mondani, jaj, hát ez nem hülyeség, basszus kulcs szarba leszek. És hívja Gusztávot, hogy nem tudok erre mit mondani főnök. Hát ha, ha megnézed, Krisztiánna ezen röhögtünk, hogy, hogy már má, azt sem tudom, hogy az melyik beadványra adott válaszuk volt. Ha megnézed, már azt csinálják, érted, hogy a mi mondatainkat látjuk viszont. Tehát amivel mi ö, kommunikálunk, azokat a mondatokat visszafelé Jaj. elkezdik küldözgetni. Tehát ez valami hihetetlen, hát legalább az üzenetünket ne lopjátok már el, hát ez plágium hát álljon már meg a világ, nem arra kértelek, hogy a szakmunkádat másod le a szomszéd, dodró, vagy, vagy aki épp az utatba kerül, hanem hogy legyenek önálló érvei. De nincsenek. Ez rettentően jó látszik. Ezen én sem kaptam, hát csak, csak Mújó, meg, meg Fifika, hogy megint értsétek, hogy megint csak ők beszélgettek erről. Én... <kül> Oké. Okay. Veled nem kirekeztünk. Kicsit Igen. olyan, mint a dedóba, hogy Igen. hülye vagy, te vagy a hülye, te vagy a hülye, te vagy a hülye. Mm. Most picit úgy érezte magát, mikor két informatikus beszélget egy macska tenyésztő előtt. Nem, mert bazd meg, ugyanabban a csatban vagyunk, tehát bazd meg, ugyanazt olvasok, ugyanazt röhögöm, csak bazd meg. Na, mindegy. Basszátok meg a pacalatokat. Lehet, hogy pont műszakba voltál, Charlie. Mindig műszakba vagyok, bazd meg. Mindig. Azért egy röhögést mindig oda baszok neked. hogy hát, ezek nem normálisak. Tudod, mennyire nem normálisak? mint azok, akik tolják egyfolytában a határidőt kifele, és új marhasságokat marketingelnek bazd meg bele a vakvilágba. Mert hogy nem a, nem a Széchenyi rádión, meg nem a Mária rádión, meg a rádió cén hallgattuk, hanem egy MTI által átvett anyagban szerepel, hogy aminek ő, aminek ugye múltkor is beszéltük, hogy vagy örülünk, vagy nem, vagy szürke gazdaság, vagy nem, vagy ügyeskedés, vagy nem, de hogy csak a nikotin töltőfolyadék töltő folyadék adózik. Oké, pipa, egyel közelebb vagyunk talán ahhoz, hogy jó legyen, de, de aztán ott van, hogy 132 igen, 32 nem, négy tartózkodás elfogadták az erről szóló kormánypárti javaslatot, majd megemlítik benne, vastagon kiemelve, az elektromos cigaretták nikotintartalmú töltő folyadékai után kell adót fizetni milliliterenként 70 forintot. Ami jó. Mit tölt a szívbajt kaptál? Ami jó, Igen. csak tulajdonképp az is elektromos cigaretta, na bassza meg. Csak egész más elektromos cigaretta, mint a miénk. Mert most adás előtt átnyálaztuk a tervezetnek a módosításának, a kiegészítésének a kiegészítését, és annak az elfogadott módosításának a végleges verziójának a átiratát. Ez a tizedik ugye? verzió. Igen, a tizedik verziót, ah, amiben ugye ö, valóban megszavazták, csak hogy ez úgy szerepel ott, hogy a töltő folyadékra 55 forint milliliterenként, és ott van egy másik pontban, hogy egy új kategória, új dohánytermék kategória, a dohányt tartalmazó vagy dohányjal együtt fogyasztott folyadékára valóban 70 forint milliliterenként. De ez, ennek az eszköznek, terméknek, bárminek köze nincs a mi elektromos cigarettánkhoz. Ez úgy kell elképzelni, amiről már sokszor beszéltünk, Fifikának is volt a kezében, meg lehetett nézni, csodálni, vagy nem csodálni. Ez a, Itt ami van be... most is mellettem, mellesleg. Igen, egy csipetnyi dohány valahogy hevítve, meg van benne valamilyen folyadék is, és akkor ezt a dohány, hevített Nem, dohány. A... Csárdi, ki kell, hogy javítsalak, most te is kevered. <kül> Mivel? Ez a rudas. Van van a rudas, de abban nincsen folyadék. És, uh, Milyen rudasról a... beszélsz? Én most arról beszélek, ami az új kategóriájú dohánytermék, amit láttál nálam. De én akkor nem arról beszélek, amit nálad láttam, mert hogy van olyan termék, ami dohányjal együtt fogyasztott. Ami elektromos folyadégra. cigaretta, ami elektromos Hát nem cigaretta. elektromos cigaretta, ez a hibridre, vagy mi a tökömre. De a végébe tettek ö, egy gram dohány. Tehát dohányjal együtt fogyasztottad. Így van, Na, így van. Ezt akkor csak kimondottan beszéljön. az előre töltött két millis patron egyébként. Ja, és akkor, ha már itt tartunk, még egy tévhitet kéne eloszlatnunk az pedig a 2 milli ö, töltési határa vonatkozik. Tehát csak az előre töltött patronokra vonatkozik a 2 milliliter. Egyéb, tehát mondjuk egy RB a kazán nyugodtan lehet 5 is. Minden további nélkül. Bezony, bezony. Igazából én nem is tudnám megmondani, hogy mikor láttam. Egy nyolcnál se láttam igazából nagyobb előre töltöttet. Lát. Kettő milli. Kettő milli. de, de te csinál, láttál nagyobbat, standard. ami, ami annál nagyobb kettő volt? Kettő millinél nagyobbat nem láttam. Na. Tehát az a standard, a kettő milli, az a plafon, és, és az alatt, tehát van egy milli, 1,2, 1,6, hát ki, hogy gyártja, de kettő milli a plafon. Ja, hozzáfűzni való? Uh, mihez? Hát bármelyikhez, mert ugye most a, az AB panaszt meg a, a elbasztott MTI közlés között csapongtunk. Igen. igen. Próbáltunk a tévfiteket eloszlatni. Tehát akkor mi szerintem foglaljuk össze, jó, és akkor haladjunk tovább. Jó. Okay. Tehát ö, ugye a jövedéki adó mérték az mennyi, Charlie? 55. A mi esetünkben forint, forint per milliliter. per milliliter. Másképp mondva maradt. 55. Így van. És jövedéki adót csak a nikotinos, visszián, nikotinos. nikotinos utántöltők re kell fizetni. Illetve ugye te még megemlítetted, hogy a, a közkézen, köztájon forgó két milli az az előre töltött termékekre vonatkozik. Tehát nem az RBA-kra, meg a tankok űrméretét szabályozzák be ezzel. Tehát aki vesz egy klón 30 milliárd mérőjű Typhoon kazánt, és bele akar tölteni 25 millilitert, dúj. Ha tudja. 300 milliliterig birtokolhat kazánt. igen. <laughs> ezt, 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 elképzeltem. Mikor töltötted utoljára a tankodat? Ö, várjál, megnézem a naptáramba. <laughs> Figyelj, hát, ezt mondták, ennyi lehet nálam, 300 milli. Hát igen, igen. hordozza, betöltöm egybe, azt jó van. Illetve még ugye ezt... annyit szűrtünk le, hogy, hogy a határidőt megint tolják maguk előtt, mint a, mint a szőnyeg alá söpört piszk. Áprilisig, igen. Igen. Úgyhogy ennyi volt ez a, ez a, ez a két téma így együtt. Mújó AB panasza, ami remélem sok vidám percet fog még okozni nekünk is, akik nem olvasták azoknak is, kiemelten, illetve az AB-nak is. Jaj, meg még egy remek dolog történt még ennek a kapcsán. Igen. Most akkor csak két mondatba. Hogy ugye átsiklottunk decemberben, mert megint egy ilyen nyomorult a törvény keretében december 16-án betolták, hogy éves legyen a 475 ezer forintos regisztrációs díj. Igazából egy év után már semmit nem csinálnak vele az égegyet a világon, de ez a semmi, ez évi 475 ezer forintba kerülne minden bejelentésenként. És ugye ennek az eredeti miniszteri rendeletnek lejárt a 180 napos határideje, hogy ez megtámadható legyen. Az alkotmánybíróságon viszont hozzányúltak, és megint megnyitották a törvényt, úgyhogy megint ketyeg a 180 napos határidő, úgyhogy a június 30-án jár le, ha jól emlékszem a határideje az egész uh, jövedéki adós alkotmányjogi panasznak, úgyhogy addig ezt is újra meg lehet kérdezni az alkotmánybíróságot, hogy mégis mit gondolnak erről. Úgyhogy egy ilyen. Ennek különben ilyen olyan borzasztó störtént. sok értelme van, Krisztián, mint a neked is van céged, Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara, éves tagdíj, 5000 forint. Kb. De csak igen, csak ott mondjuk. De érted, az, az 5000 forint forintot percés. leszarod, igen, itt meg 400. Az 75 ezer. mindig mondjuk ki, azt olyan szépen csak 475 ezer forint termék csoportonként mondjuk a likvidről beszélünk, és készülékenként mondjuk évente azt senki, aki, ö, ö, aki esetleg ö, kereskedő, az számolja össze, hogy most mennyi van a polcán, mondjuk készülékekből, ha lehet, ha nem itthon van, és valahol máshol értékesít, vagy valami. Na, értitek, hogy gondolom? Kacsint, kacsint. És akkor azt szorozgassa be. Nézze meg, hogy egy év alatt mennyit tud mondjuk értékesíteni belőle. Ö, és aztán mondjuk kiderül, hogy 3-4 hónapig, 5 hónapig, 6 hónapig ö, csak erre termel, hogy meg legyen a 475. Aztán, sőt, még hozzáadhatjuk azt is, hogy mondjuk az első év közepén kivezeti, akkor megint 360-ér, azt hiszem? 360-ér kivezetheti. 306. 306, 306 Igen. bocsánat. Igen. Csak dobálom itt a tízezreket. 306-ér kivezeti. Tehát <laughs> bármikor benne van, a, a hogy lesújt a pallos, de ha meg nem sújt le, mert mondjuk egy likvid az, az azért pörög, akkor is benne van a pakliban, hogy az állambácsinak a zsebébe termel mondjuk fél évig. Tehát gyakorlatilag fél évig a, a, a saját költségét nem termeli ki, vagy hát mondhatjuk úgy is, hogy akkor egy évig féláron dolgozik. Tehát, Azért ez így kemény. És nem is az, hogy, hú, meg volt az egy év, az meg kinyöktük, kinyöktük, most már akkor valahogy csak pörög a biznisz, mert nem, jön a következő év, oda basszuk megint. Nem, Krisztián, normálisak? Nem. <hül> nem. Nem, nem, tudjátok, nem. Hogy, tudjátok, hogy mi a kemény, hogyha végig gondoljátok, hogy ha én szálas cigarettát vezetek be a piacra, akkor nekem nem kell egy EU-s kapum ö, ilyen kibaszott, bonyolult regisztrációt csinálni. Nem kell mellé... Hát semmit nem ö, kell, Fifika, semmit de, nem de, kell. De egyetlen egy laborvizsgálatot kell a számos Na, de nálam. azt mondom, a semmit nem kell, nem kell ö, neked mindenféle hatástanulmányokat, meg anyám, díjad. meg regisztrációs díj. Semmi. Együtt, igen? A vágott dohánynál még laborvizsgálat sincs. Hát konkrétan azt nulla forintért ö, ö, teszed be a piacra. Nem értem, nem értem, hogy Én értem, Fifika. É... Én ja, megvilágosodtam okay, okay. egy pár napja. Szerintem ez az egész, vezessük vissza, menjünk vissza a, az olimpiai népszavazás. Előtte is volt valami népszavazás, vagyis hát nem, nem volt, mert ugye így visszavonták, hogy ö, előgondolkodtunk, és ö, inkább ne is legyen, nem kell ezért népszavazás, ugyanez volt az olimpiával is. Ö, most jön a következő hatalmas, nagy. Én az meg így nem tudom, hogy, tehát, hogy komolyan gondolják-e, vagy sem, tehát, hogy csak magukat röhögtetik ki, vagy az egész országot a a védjegyoltalon vörös csillag csikisör helyneken ö, arany háromszög ha, bazd meg, és amikor akkor megvédünk egy... Integethetsz a, integethetsz a Milky is. Igen. Hello. Tehát, hogy ja, meg a konverscipőnek, Tehát, hogy így, így, ba tehát ilyen, így bazd dolog. meg. Egyébként ez csak egy ilyen széljegyzet lesz. Védünk egy elvileg román, mert olyan nincs, hogy erdélyi cég, egy román céget, akinek egyébként holland többségi tulajdona van, ugyanúgy, mint a ennek. Egyébként, akivel a helynekennel valamilyen stratégiai partnersége van a magyar államnak, tehát így, az meg így, így belelövök, az meg a, a haveromnak a kezébe, hogy mi a fasz. Nem, és ez egy kibaszott csik... Bocsánat, hogy aki szeret egy csiki sör, de hogy egy, egy, sör miatt, amit nem is mi jártunk, nem is itthon gyártjuk. 40 embert foglalkoztat a cég, az meg, és ezt kurvára meg kell védeni. Szóval, na, ez egy kis internetzó volt mindegyiknél azt nézik, hogy uh, hol van a fájdalom küszöböd. És aztán uh, visszavonjuk, még se kell népszavazás, meg izé, úgy csináljuk, hogy ne legyen belőle támadható Magyarország, hogyha esetleg, mert mondták, hogy perelni fognak, akkor a gecibe perelik a gatyánkat is, azt úgy csináljuk akkor, hogy ne lehessen, meg ne legyen támadható. Uh, szóval itt is megnézik, hogy, hogy, hogy mibe megy még bele a paraszt. Hogy hány bört lehet lehúzni. De hát ez a, már a 475 egyszer is durva, de hogy még ezt évente az meg kicsengetni, az meg... Az de az meg... azért, hogy ne történjen semmi, érted? Tehát Igen. igazgatási szolgáltatási díj azért, hogy te bejelented, hogy ezt a terméket forgalmazni szeretnéd. Pont. Rábólintanak be, betolod az elképesztő mennyiségű laborvizsgálatot, mindenféle dokumentációt, felelősséget válasz a biztonságos működésért, vagy te vagy a gyártó, stb. stb. stb rábólintanak, hogy igen, forgalmazhatod, és nagyjából itt kéne, hogy vége legyen a történetnek. Azt ugye elfelejtettük De nem. mondani, hogy minden vizsgálatot ugye te fizetsz a saját zsebedből, a saját céget tőkéjéből, hát és a többi, és a többi, és akkor sem szavatolják, ugye, hogy kirakhatod hadd a polcra, hanem majd eldöntjük, hogy azt te kirakhatod-e. Hadd egy tényleg csak egy-két percet erről a csikisőről, mert ugye én csikszeredán vagyok, de senki ne higgye azt, hogy a, a csikisör az Csíkszeredán készül. Csíkszered a sörgyárát még Csaúcseszkó építette valamikor a 70-es években, tehát itt volt ö, sörgyár, az most a helynek kell birtokolja. Nyilván nem 40 embert foglalkoztatnak, és itt egy csuk nevű sört gyártanak, mert ugye ö, a Csíkszered a román neve, az miért csuk? Ezzel szemben a Csiki Sör Csíkszent Simonban készül, aminek a román nevében a csik nem szerepel. Tehát a Csíkszent Simon román neve San Simeon, tehát nincs benne a, a, a csiki szó. Mondjuk a helyneken se értem. Ő valószínű egyébként a Pert erre alapozta, hogy, hogy egy nem csiknevű nevű helyiségben készül egy olyan sör, amire azt mondják, hogy a valódi csikisör. sör. Ugye? És ők a román névre alapoztak. Ők csikszeredában vannak, ennek tényleg románul is a neve, az a Csuk. Ez az egyik, a másik, hogy a csikisörgyár sörgyár egy alkoholgyár folyamányaként ment tovább, tehát ott előtte sört nem gyártottak. És igazából azzal szembe, mint amit sugalnak. Tehát ez nem, 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 az a klasszikus kézzel készült sör. Hát ott is ugyanúgy gépek gyártják, kádakba erjesztik, stb. 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 Tehát ugy, ugyanaz a nagy technológia, ami egyébként másutt is megvan. Ja, és hát nyilván a, 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 helyneként azt az egész országban forgalmazzák, Mindenek ellenére maga a csiki sör uh, itt jobban kapható, mint Románia más uh, területein, de szerintem Magyarországon több van belőle, mint Romániában. Tehát ez inkább a, a, hogy is mondjam, átment egy ilyen, így gyártjuk, mert ez a székely sör, és átvisszük Magyarországra című fejezetbe. Úgyhogy uh, ezért a helynek kellene összerúgni a lastit, és ja, és azt tudni, hogy ezek önálló egységek. Tehát az a helynekken Románia, az meg a helynekken Magyarország. Tehát érted, a helynek kell Románia fassága miatt most a helynekken Magyarországot akarják büntetni. Nem is értem. Szerintem akár hadat is üzenhet, üzenhetnénk Hollandiának. Kész. Vicc ez az egész. Én nem is értem, hogy miért kell beleszólnunk egyébként abba, hogy, hogy Románia, Erdély. Románia, az meg. Országot tekintünk, oda megy az adóbevétel, oda megy minden. Tehát miért kell nekünk megvédenünk? Meg tudja védeni magát? Meg. Hát akkor meg küldjük fel a faszomba a grippeneket, lőjék ki a gecibe a csikisört, vagy, vagy a helynekent, tehát mit tudom is én, hogy mit akarnak ezek, de hogy az meg ebből kormányinfót csinálni, tehát. Én nem tudom, hogy ez komolyan már a vicc kategória, vagy mit akarunk elfedni azzal, hogy egy, egy kibaszott sör miatt, meg egy piros csillag miatt ilyen balhét csinálunk. Hozzáteszem, hozzáteszem hogy a, amikor a csíkis, mentsük meg a csíkisört, hatalmas délutáni tüntetés volt itt lenne az ablakom alatt, <laughs> és ott volt, volt kb. Volt. 120 ember koncertel meg ilyenekkel, Tetszőleges ecig is tüntetésen demonstráción többen voltunk. Tehát, hogyha már, ha már csak a tömegbázisát nézzük a dolgoknak, akkor a kormányinfónak arról kellene szólnia, hogy megmentjük az eciarat. Igen. Sokkal jobban járna vele mindenki egyébként. szegény hát, milki bukna buknál a. De egyszer már ja, a másik az. Nem a meg... Fifika jön itt, jön itt hogy az az önkényuralmi jelkép az félelmet kelt, meg a faszom tudja, ide. Nem, 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 abszolút nem erről akartam beszélgetni, hanem hogy hogy egyrészt aggályos jogi szempontból, mert ezt a, a fajta sztorit, ezt a csatlakozáskor jelezni kellett volna, hogy téged zavar a vörös csillag, ergo amelyik cég önkényulalmi jelképet használ a logójába, azt te nem szeretnéd. de ezt akkor nem jelezte senki, akkor Fasza volt a, a helynekken a vörös csillag. Nem mellesleg ugye a kormánynak az egyik leg, legnagyobb ilyen együttműködő partnere a helynekken, de, de hogy ezért összeveszni velük. A másik meg emlékeztek rá, hogy egyszer már volt ilyen, és akkor még a, a fenyőfáról is le akarták szedetni ezt a piros csillagokat, meg meg díszeket érted? Mondok én, neked durvában. Ön, önké, önkény Fő föl, jelentettek följelentettek valami vidéki mukit, aki a kertjére a fenyőfára vörös csillagot tett föl, meg hogy. Vát! Meg lehet, meg lehet a, akkor, vagy el lehet búcsúzni majd a Puskás Ferencnek a, a, a régi Ezért mezétől, től, mert hogy igen. azon még, sa, hát Csarló nincsen, ugye, de van ott a a félelmet. Kalászt, kell. a búzakalásztók kezdve, az meg a vörös csillagig minden. De ez fél. ilyen én emlékszem, srácok egyébként, nem, hülye, nem, beszélnek hülyeséget. Már nem emlékszem, melyik filmjében, valamikor az ezredforduló környékén volt új Harrison Ford film, és a Harrison Ford a film közepén ment haza a munkából, és fölbontott egy üveg helynekent, és itta. És, és sikítva menekültek az emberek ki a moziból, amikor meglátták a vörös csillagot az üvegen. <sínt> infartust kapott. Abszolút. Ruszkik haza? Minden. Vagy a, én, én a, komolyan mondom, azt gondoltam, hogy azt mondod, hogy és kit akarták. A vörös csillagot értett ott. Azért mocínet, én valamilyen szinten irigy is vagyok, hogy, hogy ennél nagyobb probléma nincs ebben az országban, mint a, a akármilyen sörnek a vörös csillag. Ja, az üvegen. Te is tudod, hogy ez a, ez a, ez a terelés. Igen, ez a most szúrt Ma Manipulálják a közbeszédet, ennyi, ne, ne arról szóljon a, a köznyelvi hallgás, hogy... És igazuk van, igazuk van, mert mi is erről beszélünk. A jövedéki hát tessék, közbeszéd. nézd meg, szarrá -sz manipulálnak minket. Igen, 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 igen. Én is terellek téged a jövedéki közbeszédre. Ó, oh, micsoda átvezetés! Hmm. Mert az emberek nem akarnak jövedékit az egyszigire az emberek nem akarnak jövedik itt az ECG-re, február végéig gyűjtötte a széles európai társadalmi konzultáció volt az EU-nál, és gyűjtötték a visszajelzéseket, ha számtalanszor hirtattunk róla, hogy még Én lehet van. kitölteni, még lehet kitölteni, és egy előzetes összegzést tettek közzé, amit elemezgetett nagy kedvenc bloggerem Dick Padlockot is, és és az előzetes adatok alapján azt lehet mondani, hogy a kérdőívet kitöltők, most nem látom hirtelen, hogy hányan. Én voltak. látom, kattints rá, Ö, illetve igen, hát igen. azt nem, azt látom, hogy a, az összes válasz, várja 6 ezer, hát legyen mondjuk a, vastagon 7500. 7600? Itt van két bekezdésre fölötte konkrétan, 7686 válasz érkezett a kérdőívre, amelynek a 95%-a teljesen mezei közember volt, és 3% jött az elektromos cigaretta, vagy a dohány, vagy bármilyen ipari képviselők részéről, és 1% jött civil szervezetektől, meg hogy hívjákoktól dohányzás szabályozó testületektől, tehát a kitöltők 95%-a teljesen mezei húsvér állampolgár volt, és a kitöltők majdnem 90%-a azt mondta, hogy köszi, nem kérünk az elektromos cigarettákra jövedéki adót, úgyhogy el lehet mondani azt, hogy az emberek már pedig nem szeretnék, hogy üveggyi adóval sújtsák az elektromos cigarettát. Bocsánat, Lesz hogy egy közbevágok, de megint rosszul látod, Krisztián. Folyamatosan ne? végig rosszul látod. Christ Viktorunk mit mondott, amikor az emberek 3%-a mondott a szavazásnál, az meg igen. Az emberek kinyilvánították a véleményüket. mind a jövedékit akarnak. Igen. És meg ott is van, nézd meg, yes. 137. Kinyilvánították a véleményüket. Akarnak. Az emberek 1,78 százaléka akarja. Mi pedig ezt kell, hogy érvényesítsük. na, az agyfasz akkor nem csak nálunk jelenik meg. Jogos, mert akkor az európai állampolgárok 99,9 százaléka nem mondta azt, hogy nem akar. Igen, <laughs> igen, igen, igen. ez csürdi csavardé. És. Szóval lesz ennek majd egy részletesebb elemzése is természetesen, meg a, a, a külön véleményeket is összegyűjtik, és mindenféle ilyen bóság lesz, még egy érdekes összegzés jött ki abból. A, ha mégis lenne jövedéki adó, az hogyan arányuljon a dohánytermékek jövedéki adójának mértékéhez, és itt is elsőprően az volt, hogy lényegesen legyen kevesebb, tehát az egészség kockázatához arányos jövedéki adóztatás legyen, ha minden áron jövedéki adóztatás lesz, de ne legyen, ez, ez, ez jött ki a, az egészből. Egyébként Úgyhogy ferinted... volt értelme kitölteni az meg, egyezzünk meg valamiben. Tehát mikor egy másodpercig nem beszélsz, utána lehet beszélni. Tehát, mi, for, mi, mi, zajlik le annak az emberek a fejében, aki megkérdezik, hogy ön szerint magasabb legyen, és azt mondja, hogy nem tudom. Nem tudom. Tehát, bazd meg, Akkor ott ott van. Minek ha tölti ki? Ott van három ember, azt mondja, nem tudom. <laughs> meg ilyenek. Legyen magasabb. <laughs> zseniális vagy, bazd meg. Jó, azt látjuk, hogy ott, ott látszik, hogy ez egy Tibor kérdés igen, volt. Igen, <laughs> igen, igen. Valószínűleg kitöltött. Na is. de jó, de egyébként a, a, a már maga az alapkérdés feltevésnél is. Nem tudom, 50. Hát... Én nem. Én komolyan nem értem az embereket. Vagy gondolkozni lusták, vagy juhok. Juhok. 50 juhot sikerült találniuk. 63-at, ahonnan nézzük. A kérdés. Egyet viszont nem tud senki meggátolni, még az EU-ban sem, hogy ö, elérjünk a 150. adáshoz, fiúk. Oh, És yeah. jó, jó yeah. úton járunk, jó úton járunk, ugyanis ez a 148. Volt nagy challenge, itt a, itt a helyszín pontosítás környékén, de lesz helyünk kint is, bent is, Kint gőzölés, bent hangosítás, zsúniál kaja részleg, kézműves hambikkal. Krisztián, szerintem neked még grill sajtra is kicserélik a kézműves húst, ha úgy gondolják. Ho, 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 ho. ho. Kicserélteted a Kobe marhát, mit tudom is én belugak a kaviárra, Vagy valami növényi eredetű akármire. N növényi berugára. Igen, növényi. Pá Pálma zsír berugára. Ilyen kis golyókra lenne fagyasztva, és úgy belerak, hogy gyorsan ja. úgy, hogy befeló Ja, úgyhogy úgy alakul a, a 150 is, és nagyon, nagyon sokan, nem tudom, azt néztétek-e a közös csetben. Tudjátok, amit nem olvasok, mikor Krisztián berak egy 30 oldalas eszét oda beraktam nektek, hogy kik mit ajánlottak ö, föl, és nagyon... Durván hízik. Nagyon kedvesek a, a, az emberek, és nagyon adakozó aki, ö, Volt, aki ö, volt, aki fölajánlott ö, egy marék, és úgy mondom a marék, hogy hát nem tudom hány darab, de sok-sok zsírúj 18650-est zsírúj töltőt, valaki klónkazánt, valaki készüléket, városbora 2016 zalakaros, hoppácska, ugyanitt egy üveg minőségi házi varaszkválinka, hoppá, hoppá, de lesznek itt olyan csemegék, hogy, hogy beszartok, tehát ha valakinek ős elektromos cigaretta használnak, mond valamit az, hogy kúzi megatron, Na, kúzi megatron, én is. Ecigi történelem darabkák lesznek. Valahogy az azzal indult a, az Ecigi teszteknek a videó csatornája is, szerintem egy ilyen uzis szettel. Igen. De, de fifika jóvoltából, voltából, nikotinmentes likvid, provari 2.5, Mujónak a jó voltából, V egy fullos szett az én jó voltam, az én voltam, semmi egyet eladtam. Azok a hiper ö, ritka poszterek, amik a Billion Lives vetítésén voltak, és három van belőlük az egész világon. Abból egyik a kis kebab zabálónál Angliában, de kettő még nálunk van. Aláírva, dedikálva Aaron, Jennifer, David, Jim, Timothy, és a többi, és a többi, ja, meg, és a többi, hát egy embert hagytam ki a sorból, az pedig Jimmy. Uh, nyakpántok, uh, meg az anyám kínja, szóval uh, szerintem, szerintem, ja, lesz Pelszó V3 is az egyik uh, valakitől, akinek most direkt nem wow. mondom a nevét, de Pelszó V3 a legújabb fejlesztés, úgyhogy uh, nagyon jó lesz. Én azt úgy gondoltam ki, egyébként úgy, úgy, úgy kéne megint, hogy, hogy ilyen kis csoportokra osztani a dolgot, hogy mindegyik csoportba legyen mondjuk egy töltő, egy ilyen, egy olyan, egy olyan, és akkor ö, négy fajta tombolából lehessen válogatni, hogy ne nyerjen mondjuk valaki ABL-es posztert, ha nem akar. Tehát az tényleg fölösleges lenne, hogy utána kukába landoljon, mikor az egy felbecsülhetetlen relik egyébként másnak. Uh, jó lesz, jó lesz. Azt nem tudom még, hogy, hogy csináljunk-e. Én azt, azt gondoltam, hogy nem kéne ott bőlére ereszteni, hogy mondjuk csinálnánk egy szintén ilyen max két órás podcastet ott a helyszínről, de azt nem, nem adnánk ki élőben, hanem azt post ben csinálnánk meg. Mit szóltok hozzá? Jó. És, és hogyha esetleg még a helyszínről mit tudom is, én tolnánk live-ot Facebookra, és akkor ezzel kiismerülne az élő content, onnan a, a, net felé. Ez a te szakterületed, Charlie. Hát csak azért, hogy tényleg nekünk, nekünk, is legyen egy kis időnk vegyülni, lazulni, vagy valami. beszéltem Tomikával, Tomóka, szereti, ha így hívom, Tomókával, hogy mikrofonjaink már bekészítve, azt szeretném egyébként, hogyha egy kicsit, ha tényleg olyan közönség találkozós jellege lenne a dolognak, hogy ott ülünk mi, ott ülnek a többiek, hallhatják, ahogy beszélünk, és akkor lehetne bekérdezni még egy plusz mikrofonnal, de most ugye olyan témákkal kéne majd nekünk is készülni, ami ugye az elmúlt egy évünket öleli föl, tehát nem újabb napi témákat, hanem tényleg, ami Aha ami történt az elmúlt egy évben velünk, azon kívül, hogy új cica, meg új munkahely, tehát tényleg ez a... Nekem csak ezek jutottak az eszembe, hogy kimentünk Bécsbe, volt egy premierünk, és a többi, és a többi. Ezek a nagyobb léptékű dolgok. Varsó. Va varsó, varsó egy, aztán te már varsó te hazajársz varsóba, te varsó meg varsó ilyenek. Varsó kettőre készülsz. Igen, igen, igen. Szóval, hát ilyenre gondolnék én így, és, és, tényleg nem túl bőlére eresztve, hogy mi is tudjunk kényelmesen enni, inni, lazulni, beszélgetni a, a többiekkel. Egyetértek. A vegyülősre vesszük a figurát. Mert vegyi hat, gyűmi. Vegyi gyűmi, igen. igen. Mert hát akik oda jönnek, az, azok elméletileg a mi ö, kedvünkért és társaságunkért lesznek ott. Úgyhogy akkor ö, most picit meg, megbontanánk ezt a régi szerkezet. Régi szerkezet. Volt már két találkozó. A jól szerkezetet. bevált szerkezetet. A jól bevált szerkezetet megbontanánk. És <kül> akkor inkább ilyen kis helyi színesekkel még föl lehet dobni a sztor. Az jó volt múltkor is, nem Charlie, amikor a mikrofonnal járkáltál. Most már nekem is van egy fölvevőm, én is mehetek. Te is mehetsz. Krisztiánnak is van. Ölben, igen. Én. Hát azt tudnánk Ézi. még, most ez most jutott eszembe, mert épp az Elcigitasznak Facebook oldalon vagyok, hogy ö, hát van azért ö, olyan ember, akit még el tudnánk hívni, Istvánra gondoltam, esetleg ha ráér, akkor őt is megkínálhatnánk, hogy jöjjön el egy ilyen mókára. Lássak, és hogy... tényleg, és tényleg, csak akkor azt még időben kéne meghívnunk. Hát a legidőben az, az, az lehet, hogy ma, ma este írunk neki, vagy valami, vagy írsz neki, vagy nem tudom, mert hogy már annyira sok nincs hátra. Jó. Mert hogy nyolcadika lesz ez. Tizenhat órától. Úgyhogy a többi az meg abban a csoportban van, ahol a, a, az érintettek bent vannak. Aki még be szeretne jutni, az, a hely eléggé korlátozott már, de még ott lesz az a a show notes-ban. megint föltette a kérdést, hogy abba a csoportba. Figyelj, én mennék, de hol az az űrlap? Nem mondom, feltűnt, hogy benne vagy a csoportba? Vagy Maki, érted? Na, szóval, igen. Na mindegy, hát fiatalság, bolondság. Ö, én nagyon várom, összerakom a, a cuccot, de szerintem, mivel ott lesz keverő, nem visszük a podcaster nagy keverőt, hanem csak a kis rögzítőt, amit eddig is, és és majd arról küldjük ki a, a hangot, de, de az biztos, hogy kint, úgy mindenkinek mondom, de nektek is, hogy azt az infót kaptam, hogy a kinti teraszos rész az elérhető lesz, tehát lesznek ott székek, meg minden ezzel kapcsolatos, de grillállomás nem lesz beüzemelve, tehát ott nem, nem lesz még ott kint Aha. sütögetés, mert az valamikor április végén, mikor már tényleg olyan jó idő van este is, hogy hogy lehet ott grillezni, akkor szokták beüzemelni, de lesz bent is, kint is, hát, bocsánat, kint nem, tehát bent is lesz konyha, lehet kérni alakárt, lehet kérni ezeket a kézműves hambikat, inni szinte bármit, úgyhogy ennyi, amit körülbelül tudni lehet most jelen pillanatban erről az egészről. Nagy királyság lesz. Mhm. Mm Jaj, aztán mi van még? Bocsánat, de én nekem még az sem volt biztos, hogy mostanra hangom lesz. Nekem is visszajött a takonykor képzelde, el, egy három-négy napja. Fíterfáza. Lehet, hogy akkor meg is kéne nyomni az adást, hogy ne az legyen, hogy Izé, ö, ne az legyen, hogy te most azért betegszel le, mert ott a hideg raktár, vagy iroda, vagy nem tudom. Nem, 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 én ben vagyok a szállás Ja, értelek. <coughs> Tehát, jó, jó klímában vagyok azzal most. Jobban, mint ha otthon lennék. <coughs> jó, akkor menjünk rá a színesre? Kicsi színesre. Rá az kicsi színesre, igen. Jó. Ki volt az? Én tudom. Csak én ki... voltam. Mondja. Voltam. <coughs> ki lehetett. Én voltam és most kivételesen nem sorozat, hanem számítógépes játék, hosszú-hosszú évek várakozása után, holnapi napon, tehát igazából amikor kikerül az adás aznap, kiadja a BioWare a Mass Effect sorozat következő várva várt epizódját, a Mass Effect Andromédát. hu 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 Várjál, itt az van, hogy egy-két mondatban kifejtős, körbekérdezős, max. 2-5 perc per téma vélemény. Ennyit tudok mondani, Hú, 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 hú. utoljára a Doom, Doom 2-ben játszottam. Nem, oh. nem, nem, nem tudom. Hallani, hallottam a Mass Effect-et, mint játékot, de meg nem tudnám mondani, hogy ez melyik most így hirtelen. Jó, de ez, ez a Mass Effect megmozgatja. Az... A science fiction-ös holmia, hát ugye a kiadó BioWare, illetve a fejlesztő kiadó BioWare, nem, az IE adja ki, és a BioWare fejleszti a BioWare, az az nagyon-nagyon híres arról, hogy hogy elképesztő színvonalra emelte a számítógépes játék keretében történő történetmesélést. Tehát igazából ezek ilyen interaktív ö, ö, történetek elképesztően szépen megrajzolva. És hát, hú, hú, ezekkel a játékokkal nem azért játszik az ember, hogy lövöldözzön meg, meg dolgokat csináljon, biztos vannak olyanok is, de hogy én szerintem az én véleményem az, hogy maga a, ez, a, ez a 21. századi újgenerációs új történetmesélés egészen elképesztő. Hát akkor ez egy interaktív történet. Konkrétan. Alapvetően igen. Oké, okay, oké. Okay. Hasonlót játszottam még, Wien, Stiffy volt az is, most nem itt a szemben a neve, de zseniális volt. És akkor ez, Ezek gyakorlatilag egy ilyen előre kijelölt pályán mennek, ahol vagy lőni kell, vagy megoldani valami feladatot. Hát ennél azért ez egy fokkal összetettebb, de de alapvetően igen. Annyira durván történetmesélős, hogy a, a Mass Effect 3 végén, ami ugye lezárta a három részes sorozatot, és akkor még az is volt a sztori, hogy kalapkabát többet nem lesz Mass Effect. Én meg is könnyeztem a harmadik epizód végén a, a, a cutscene-t, úgyhogy du durva, durva, nagyon durva jó. Na hát... Föl, De ennek utána föl fogok nézni, baz meg, hogyha te megkönnyezel egy játékot, úgyhogy... Fölborzoltad az agyam. Most elmentem a Mass Effect oldalára, este akkor megnézem az összes trélert, ami van. És akkor most a trailer, akkor zseniális átkötés újból. 148-nál azért ez illik. Banshee, sorozat, Fifika, befejezte. Oh, ah, úgy gyerekek, ilyen hent, tehát, de, de, még csak nem is a hentelés, mert azért a banshee -ba voltak durva jelenetek. Tehát amikor a csávónak a kamion szedte a fejét, nálam az volt a, a csúcs, de hogy ennyire klasszul összerakott, ennyire jó jellemrajzokkal, emberekkel megfűszerezett történet, ez nekem, nekem zse, tehát zseni. Én tudom, hogy beszéltünk már itt róla, még beszéltetek, mert hát én annyira sorozatban nem vagyok up to date, de bársi, elmondom, belekezdek, és basszus, ez az éjszakát elveszik tőled. Még végig nem mész ezen a négy évadon. Oly, nagyon jó. Ez a baj igazából, el... hogy nem, nem értettem, hogy <kül> jó volt a sztori. Jók voltak a szereplők. Azt meg elkasszálják. Hát persze, nézettség meg pénz, amit mi nem látunk, de figyelj, Vajon... én azt is írtam neked, hogy, hogy, hogy én meg lehetett volna jobb a, az utolsó évad. De igazából már nem volt benne több. De azt már tudták az utolsó évadot, és ugye azért meg kellett neki, le kellett zárni. Itt nem volt cliffhanger. De, de nekem Anthony Stark kurvára tetszett. Vagy ott volt a, várjá, hogy hívták a Jobot? Várja? Hunli. Kurvára tetszett a karakter a, a figura iszonyat beszólásai voltak, az meg a fucking... Hát, azt nem lehet, nem lehet. Bazd. Jó, és akkor volt benne egy kis, egy kis baszós kardozós, egy kis véres, egy kis anyám Igen, 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 igen. Azért oda tették, amit oda kellett. Ja, az, meg a az proktor első, betegsége, meg. Az, a, az első évad az, az zseniális volt. Tehát ott, ott szerintem ott találtak el mindent. Ö, aztán volt a, mit tudom én, a, nem tudom melyik évadban volt a lefejezős, talán a második évad, ott már egy picit volt a helyzet, de az első évad az abszolút ö, minden szempontból mérlegre tettek minden, mindenben egy kicsit, pont eleget, pont, az nagyon jó. Figyelj, te az előzmény sztoriát láttad? Nem. Nem? Nem. Bazd meg! Hát mindent kihagytál. Na azt nézd meg! Na azt nézd meg, bazd meg! Azok ilyen 6 perces kis epizódok, de kurva sok minden kiderül a, a Clay-ről, tudod, a szemüveges szótlan csávú, aki mindig csak öl. Igen. Az bazd meg, a Kai Proctorról, a, 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 hogy hívták a, Ivana Milicev mond már, a, a csajt, Kerry. A, kurva jó volt, és mindegyik részben egy picit közelebb kerültél, és tulajdonképp akkor értetted meg azt, ami abban az évadban történt, hogy miért olyan szoros a kötődése ugye a, a, a proktornak, meg a, a, a börtönnek. És nem, nem jöttem rá, de magyarázzátok meg, már régen vége van az évadnak, mikor benyúlt a... Ú, hogy hívták a csaj? Kiszett a, a, csajnak. Hogy hívták igen, a csajt, akit meghalt? Végül is a proktornak a, a unoka húga? a ah, tököm se tudja, mindegy. Én nem tudom, én nem láttam. Ja, nem láttad. Ö, nem cifika... a másik? Én Fú, nem. Fú, mikor Krisztián. benyúlt a, benyúlt a klének a gatyájába, hogy na majd milyen zavarba hozom, mert megfogom a pöcsét. És nem tudtuk, hogy ott mi történt, de látszott az arcán a félelem, mikor kihúzta a kezét. Igen, igen. Hogy, igen. Basz meg ott most mi volt? Levágták a faszát? Vagy mi van? Ah, kurva jó volt. Úgyhogy bánsi után most A, a Suicot nézem, az is egy zseniális sorozat. Ez az a brilliáns, uh -huh. brilliáns elmék. Hát ez hihetetlen. Tényleg. Iszak jó rejt. En, engem az fog, az fog meg ezekbe, hogyha a karakterek nagyon hihetőek. Olyan még, a, amit szerintem beírt a, a Mújó. Te írtad be, Mujó? A Tabut? Mit? A tabut? Aha. Tabut? igen. Hát azok meg dugják föl maguknak, de komolyan. Mi van? Hát, hogy ennek így van most vége? Hát, mi jön majd a következő, ne szarjál be. Néztük az asszonya, oké, majd jön a kilences. Hát nem. Nem jön. Tehát én nem gondoltam, hogy véget, nyolc rész után vége van. Imádom a tabut egyébként, mert az is egy nagyon, tehát hihetetlen jó karakterek vannak a Nagyon. És nagyon hozza azt a, azt a mocskos 18. századi Londont. Tehát, fú. Én mint, tehát... egyfolytában azon gondolkoztam, hogy ezek az emberek, jó, hogy olyan, olyan a, színvilág szín világ is, tehát az after, vagy post Igen, a post-production, a, 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 az after effektek is olyanok, hogy, hogy ez a nagyon szürke, nagyon Érzed ezt, a, érzed, ezt a, ahogy tocsognak a sárban, az egyfolytában fogtam a fejem, hogy húzza slafrokot maga után, nő, meg, sárba, az meg tiszta sárba, gyuvásak, meg hogy dugnak ezek. És és az meg á, a Tom Hardy zseniális. Hát a Tom Hardy szerintem az egész forgatás alatt nem mosott kezet. Hát, de, de, nem, tehát azt az embert nem, nem, nem látod úgy, hogy nem fekete a körme, hogy tehát abszolút ö, ö, odafigyeltek az utolsó szögig mindenre. Mondjuk hát az, még... hogy az angol király úgy nézett ki, mint a dűnébe, a harkonembáró baszkiját. De hogy még arra is figyeltek, azt nem tudom, olvasta, de volt róla egy cikk, ö, amikor promózták, hogy még arra is figyeltek, hogy hogy magának a karakternek és az egész filmnek legyen egy, egy, egy brendje, és ha oldalról megnézed a Tom Hardy, fejének a sziluettjét azzal a kalappal, tehát az meg ki lett találva, hogy a kalapnak ilyen legyen a formája. Meg, hogy... a, meg az a gallér. Igen. A tehát, hogy ránézel, és egyből beugrik bazmeg. meg. Tabu. Film. Igen. Hát, igen, igen. kurva nagy. Szóval azon gondolkoztam, hogy milyen lehetett ez a London bazd meg, hogy mindenre az volt a megoldás, hogy megölöm és beledobom a temzébe. És akkor egy, egy, adott helyen ott mindig kisodorta őket a víz, akkor oda mentek azok a koldusok, akik előző nap megölték, vagy a kisgyerekek, és lelomolták bazd meg róluk a, 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 az aranyat, a fogat, a faszom tudja, mint nagyon durva környék. Azért örülök neki, hogy nem abban a környékben nőttem fel abban nem az nem időszakban. korban, De én várom nagyon a következőt, meg hát ez a, ez a, a testvérdugás, így, így az elmesíkjában, meg ú olyan, jaj, jaj. Meg, ott, mi, meg mindenhogy, ott, mert azért meg, megreszelte a saját testület, meg. Rengeteg, rengeteg lehetőség van még ebbe a filmbe, tehát, hogy azért is nézed, mert, mert, mert a titkokra vagy kíváncsi. Ja. És nagyon jó. Nagyon jó. Másik, amit te HBO-gós vagy szintén, a six nézted? Igen, igen. A, na, azon teljesen. Tehát te, te, így, tudod, így nézed, és így ez a trónok arc effektus. Mi van, bassz? Te nézted, Mujó? Nem, én nem. Meg akarod nézni? Hmm. Spoiler eszhetsz mérsékeltem. Hát aztán nem tudok miért Hát az, hát, az utolsó tíz másodpercben az meg olyan volt, hogy így, így, a üdös kurva faszba, mi ez? És, és akkor most vége van? Ne, én egyből mentem föl, hogy, mert ugye tudtuk, hogy ez egy, ez egy megtörtént eseményeket feldolgozó Minisorozat. És ugye itt a minisorozaton van a hangsúly, szerintem nem lesz tovább, de láttunk már varjut mint a v Pines-nál is, ugye, hogy, hogy az a kis, nem akarok óvatosan spoiler ezek Krisztián miatt, hogy az a kis csaj, aki a végén odament, az emlékszel, hogy a, azzal a amerikai arabbal beszélt a beszervezés közben chaten Skype-on. Az a kis csaj az volt. És utána nem tudtam, hogy kivel beszél telefonon, hiszen az az arab, az már utána félre lett állítva, finoman fogalmazva. Igen. Tehát Igen. akkor ő a sejt valamelyik másik tagjával beszélt, és, és az meg az utolsó tíz másodpercben csavartak megint egyet a sztorin, jó kis életszagú hát, történet. Bár, bármire számította, érted? De, de olyan volt, mint a trónokvarcába a Véres megyegző Hát kérek, azért, azért számítottam valami hasonlóra, mert ugye pont azért, mert ez nem egy megkomponált sorozat volt, hát úgy nem meg, tehát ez nem egy kitalált valami, hanem egy dokumentált sztorinak a, a reinkarnációja volt sorozat képében, hogy Hát azt is bőven tudtam, hogy az, amikor valakit meglőnek, akkor hát az meg szerintem ez meg fog halni a picsába. Meghalt? Meghalt. Ennyi. Mármint az a katona, akit ott a helikopterre. Hát egész ha. életszagú volt a dolog. Szerintem a karakterek kurvára nem voltak egyébként kidolgozva. tehát. Nem, nem. Mindenki nem, nem. Ez, a, ez a szak. Az meg a medvét tudom mondani neked névről. Meg volt az izé, volt ez a kis mexikói-szerű, akár kicsoda. Szóval a karakterek nem voltak túl dolgozva, túl játszva, és nekem ez olyan, olyan pillanatok alatt a... történt minden, hogy Amerikában vagyunk, de aztán iránybevetésre, valahol a távol keleten, két másodperc múlva ott vagyunk. Ez kurvára nem volt életszagú. D délutára itt itthon vagyok. Délelőtt az alkaid lelövöm, délutára otthon vagyok. Igen, igen, igen. De azt, így, azt így nem tudtam nagyon hova rakni, még az egész műveleti bázis. Egy kedd. Igen. De, ne, igen. De átsza, szerintem hát, de te... ilyen nincs, baszki, hogy te ez... volt hogy befizette reggel a fülkez, csajnak. Ez mondjad? Reggel fölkez, elmész, mit tudom én, Afganisztánba, az meg délután meg mész a gyerek ki az óvodába. Hát de konkrétan ez volt, emlékszel, hogy a, ez a, Mexikopó, vagy ki a faszok, befizette a gyereknek a, a tánciskolát, és utána csörög a telefonba, az meg menni kell. És a következő jelenet az, hogy hentelnek, annak következő az, hogy megy haza, meg, lerúgja a cipőjét, hogy milyen fáradt, és a kis meg, én már nem akarok te tehát iskolába járni. Mi az, hogy nem akarsz? Szóval, ez, hogy nem, nem tudtam, én direkt a felszerelések, a, a, a katonák, meg az egész sztori miatt, nézd, érdekes volt egyébként kurvára, tehát biztos után. Az jó még... volt, tehát az biztos, hogy katonai tanácsadók voltak végig a filmben, mert minden nagyon flottpult csináltak, csak ezek hülyeségek voltak konkrétan. Hát mondjuk azt nem néztem meg, hogy hát, Dubajban nem nagyon robbantottak felhőkarcolót, tehát valami, valami, science fiction volt benne azért. Nyilván, a sztori kedvéért. Föl kellett dobni a filmet. igen. Hát eléggé földobták, <haz> a burcskalifa mellett, basz, meg lehetőle egy toronyász. <haz> Szóval mini sorozatna. hát szerintem pont kiosztak belőle, amit lehetett, de, de jellemben nem voltak túl acélosak a karakterek, attól függetlenül, hogy, hogy elvonatkoztatva attól, hogy az egyik katona megdukta a, az egyik katona özvegyet bazd meg, c c. hát azt, az, az nem tudtam hova rakni. az kellett, kellett csárni, tehát különben csak kardozós lett volna. Így már baszós, így már baszós kardozós, igen, tett. igen. Na, de hogyha itt a haláról beszéltünk, és akkor lezárjuk ezt az egész mai 148. epizódot, ugye egy, a videóba berakjuk Száva Istvánnak a felszólalását, ami a parlamentben volt a legutóbbi, és aztán sajnos ilyen ez az év, meg minden év ilyen, hogy emberek halnak meg, de ismét egy nagy ember távozott közülünk, név szerint pedig nem más, mint. Chuck Berry, igen. Aki uh... a rakendről uh, Pápája. Atya, pápája. Vissza a jövőbe. Nekem mindig ez jut az eszembe. <laughs> igen, 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 igen. <laughs> Vissza jövő. Pedig én, uh, van egy hihetetlen film, azóta vadászom egyébként, hogy bárhol uh, elérjem, azt hiszem egyszer sikerült uh, valami megosztom megnézni van egy film, az a cím, hogy a régi idők rock zenéje. És ezt valamikor a 80-as évekbe vetítették, vagy a 70-es évek végén, 80-as évek elején csinálták, és a nagy rock a, sztárokat összerántották egy színpadra, egy ilyen kétórás koncertbe. És a Chuck Berry és a, és a Bo a sort, és ezek ketten olyan gitárt nyomtak, érted? És ezzel a kacsajárással a, a hátra valami hihetetlen volt a két fickó. Ez zseniális. Tehát ez a Chuck Berry olyan örökséget hagyott hátra, ami kitörölhetetlen szerintem a, a rock zenéből. Zseniális. De hát sajnos az van, hogy most már tényleg a, a az igazi nagy klasszikus nevek jönnek sorba. Igen, azt, azt akartam, hogy egy zseniális volt. Volt. Úgyhogy most már csak digitális hangzóanyagon tudjuk majd hallgatni, vagy akinek van esetleg bakelitje. Az előkaphatja és meghallgathatja Johnny B. Goodot, de ha nincs neki, akkor mi betesszük majd a, sónot show és onnan is meg lehet majd nézni ezt a klasszikust, úgyhogy ö, szerintem legyen fiúk ennyi elég erre a hétre. Ennyi volt mára. Nekem pont elaludt a cica a zölembe, úgyhogy tökéletes az időzítés. Krisztián, oh, te ott maradsz. Igen, csak remélem még azért a stop gombot meg tudod nyomni, meg a feltöltést. Ö, no, már csak két hét van a találkozóig, úgyhogy ö, mindenki készítse a majdnem azt mondtam, hogy a máját, de hát ez nem csak arról fog szólni, a legszebb kazánjait polírozzak ki, tegyen bele új tekerést, és két hét múlva találkozunk, de addig jövő héten még tolunk egy 149-et. Addig is mindenkinek. Sziasztok! Egy élmény volt veletek. Sziasztok! Köszi, sziasztok!